Amanda és David Tully 2010-ben családot szerettek volna alapítani. Mindig is szerettem volna családot. A férjemmel mindketten tudtuk, hogy mikor összeházasodunk, gyerekeket szeretnénk. Hogy legyen, akit feltétel nélkül szerethetünk, ahogyan Jézus is szeret bennünket. De 6 hónap folyamatos negatív terhességi teszt után Amanda elment orvosához. A diagnózis sokkoló volt. Az orvos azt mondta, hogy valószínűleg policisztás ovárium szindrómám van. Ez egy petefészekben lévő ciszta, ami nagyon megnehezíti a gyermekvállalást. Az orvos azt mondta, hogy csak mesterséges vagy egyéb más megtermékenyítés útján esett teherbe. Összetörtem, teljesen összetörtem. Nagyon szomorú voltam, egyszerűen nem értettem. Egészséges voltam, soha nem volt semmi problémám korábban, de a hír, hogy nem lehet saját gyermekem, elviselhetetlen volt. Amanda és David elhatározták, hogy nem igényelnek kezelést, inkább imádkoztak. Szóval legtöbbször közben jártunk és kértünk, kérdeztünk, hogy miért, mit tegyünk, mi következik. Soha nem jutottunk el arra a pontra, hogy 100%-osan feladjuk. Mindkettőnknek voltak nehéz napjai. Volt, mikor én voltam erősebb, volt, amikor a férjem, de mindketten igazán hittük, hogy így vagy úgy, de gyermekünk lesz. Vajon saját gyermekünk lesz, vagy adoptálunk? Esetleg más lesz a megoldás? Soha nem vesztettük el a reményt, de az biztos, hogy voltak kemény pillanatok. Miután egy évig imádkozott csodáért, Amanda megkapta a választ, miközben a 700-as klubot nézte. Gordon épp a gyógyulásról beszélt, a természet feletti gyógyulásról. Olyan történeteket mondott, amikben Isten csodát tett az emberekkel. Egyszer csak hallom, hogy Gordon mondja, Amanda, mire felnéztem. Van egy hölgy, akit Amandának hívnak, éppen a hasán nyugtatja a kezét, és azt kéri Istentől, hogy gyógyítsa meg a petefészkét, és adjon önnek gyermeket. Isten meghallgatta az imáját, és válaszol. Ön meggyógyult. Meg fogja adni önnek a szíve kívánságát. Meg fogja adni önnek a gyermeket. Csak higgyen bennem most. Higgyen neki. Elkezdtem zokogni. Abban a pillanatban egyszerűen nem tudtam felfogni, mi történik. Tudtam, hogy hozzám beszél. Egész testemben rázott a hideg. Hirtelen jött, soha nem éreztem azelőtt ilyet. Tudtam, hogy ő volt, hogy a Szent Szellem meggyógyított abban a pillanatban. 3 héttel később Amanda már várandós volt. 10 hónappal később pedig életet adott Reagan nevű kislányának. Reagan ma már Adeline nővére. A tudomány ezt nem tudja megmagyarázni, az orvostársadalom sem, de én sem. Ez egy isteni pillanat volt. Teljesen meggyógyított, és neki köszönhetem, hogy 2 gyermekem van. Most már sokkal jobban értem, hogy szeret bennünket az Úr. Ő ért minden egyes dolgot, amin gondolkozunk, és amin keresztül megyünk. Ez elképesztő. Elképesztő, hogy az a szeretet, amivel szeret bennünket, megváltoztatja az életet 100%-osan. Thank you.